Az influencer jelenség az jól rámutat arra, hogy milyen vízfejek vannak így a társadalomban anyagilag, mert ők egy poszttal keresnek annyit, mint egy újságíró egy hónapban körülbelül. Jelentkezett, hát ugye miután megjelent a cikk, utána e-mailben követelte azt, hogy távolítsuk azt el és külön utána nálam is jelentkezett e-mailben, majd a napokban az ismerőseimet kell kezdte el megkeresni, hogy azzal az üzenette, hogy ő egy újságíró, és minden fontos információt rólam begyűjt, hogy egy cikkkel meglepjen engem. Akkor most az a helyzet, hogy a februárban volt egy kúriás tárgyalás, és akkor végül most kártérítésként neki 14 millió forintot kell kifizetnie. Tehát, hogy ebben az egészben nem csak az az érdekes, hogy hogyan húzzák le az időseket, hanem hogy még az az ember, aki ez ellen próbál valahogy így hát polgári vagy civil kurázsimóval kiállni, őt perelik be egy ilyen kiterjedt nagy céghálózat. És ez itt az átlátszó podcastja. Szép jó napot, illetve estét és reggelt. Napszaktól függően, hogy ki mikor nézi, illetve hallgatja. Ezúttal egészen rendhagyó adás következik, ugyanis gyakornakainkkal beszélgetünk. Egészen pontosan itt tőlem jobbra haladva Szabó Gödri Rita, velem szemben átlossan Varga Virág, illetve Kis Soma. Szerbusztok! Szia! Szia! Hello. Mindannyian cikkkel jelentkeztetek az elmúlt időszakban az átlátszón, az lesz majd a kérésem, hogy ezt foglaljátok össze. Annyit előjáróban, hogy számomra azért volt jó mindegyik írás, mert a szemmagasságban lévő, hétköznapi életet érintő történetek feldolgozását jelentette, szóval miről szólt a cikketek, és azután majd beszélünk róla mélyebben kezdjük a szemben, akkor Rita, ha már egyszer a bemutatásnál ebben a sorrendben haladtunk. Jó, én gyermekszépségversenyekről írtam egy cikket, a Little Miss Hungary fővédnökéről, Bartolovics Ildikóról, aki különféle utazásokat ajánl fel szülőknek. Ezek az utazások nem jönnek létre, és az erre befizetett összegeket a szülőknek nem, vagy csak részben fizeti vissza, és a szülők megkerestek bennünket, hogy elmondják a történeteiket megszakítom az előbbi sorrendet, ugyanis tartalmilag nagyban kapcsolódik, nem, nem, nem tartalmilag hasonlít rá a ti történetetek soma a gyermek szépségversenyéhez. Na, szóval. Az én cikkem, amelyet Szopkozitával írtunk közösen, az arról szól, hogy létezik Magyarországon egy ilyen országszerte kiterjedt hálózat, amely arra specializálódik, hogy ingyenes állapotfelmérést ajánlanak többnyire időseknek, nyugdíjasoknak, majd miután ezt elvégezték, olyan hát orvosilag teljes mértékben használhatatlan lézerkorúrát vagy mágnes-terápiás pulzusos matracokat adnak el nekik több százezer forintért, amely hát egyrészt használhatatlan, de közben meg az állapot felmérés után azzal riogatják őket, hogy súlyosan betegek és csak ezt tud rajtuk segíteni. Meredek asszociációs lánc következik, tehát Könnyebb lenne az életünk, abban az esetben, ha az emberek képzettebbek lennének, és mondjuk elmennének tanárnak, de nem. Igen, én a pedagógus képzésre járó hallgatókkal kapcsolatos statisztikákról írtam több cikket is. Itt alapvetően az a fő probléma, hogy a kormányzati narratívában az jelenik meg, hogy mennyire népszerűek a pedagógus képzések, és valóban, hogyha összességében nézzük, akkor. Idén viszonylag sok embert vettek fel pedagógus képzésre, de hogyha mögé megyünk az adatoknak, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos fontos részterületekre, mondjuk osztatlan tanárképzésre arányaiban keveset vettek fel, vagy hogyha mondjuk öt éves távlatban nézzük, akkor szintén nem ennyire biztatóak a számok, és az is egy szempont, hogy hány évesek a hallgatók nagy részt, például nagyrészt 35-40 fölöttiek járnak ö, tanárképzésre, és ilyen szempontból az sem igaz, hogy ö, a, a frissen Na, érettség érettségizettek... meg még másodpól, az frissen érettségizettek. egy ez, a 35-40 közöttiek járnak tanárképzésre. Ö, harmaduk legalábbis. Harmaduk. 35-40 fölöttiek egészen pontosan, szóval akár 35-40-nél idősebbek is. Ö, igen, tehát a fri, nem elsősorban a frissen érettségizettek körében ö, népszerűek, illetve nem konkrétan csak a tanárképzésre vonatkozik ez, hanem inkább a pedagógus képzésre, és ugye épp az a fő probléma, hogy ez egy átfogó képzési terület, és akik erre járnak, azok nem mind tanárok lesznek, hanem például csecsemő és kisgyermeknevelő vagy konduktorszakok is ide tartoznak, ami persze szintén fontos, de nem a tanárok számáról árul el valamit. Akkor folytassuk veled, ben az, hogy a te témád az hozzád passzol, az az előéletedből egyértelmű volt, az átlátszó oktatásra írták korábban cikkeket. Azért kezdtél el ezzel foglalkozni, mert egyetemista voltál, és a környezeted érintett, vagy volt valami más oka? Hát mind a hárman egyébként mind a hárman egyetemisták az itt jelenlévő kollégák közül. Na, tehát? Talán inkább személyes érintettség okán is, mert én magam is tanárként végeztem, és fontosnak tartom azt, hogy írjunk erről minél pontosabb és átfogóbb cikkeket, hogy milyen is most a képzés, miért nincs vajon presztízse a pályának, és esetleg ez valamilyen változáshoz, vagy legalább diskurzushoz elvezessem. Te egyébként akarsz tanítani, vagy tanítottál? Tanítottam ö, egy évet, és alapvetően szívesen is tanítanék, de azért ahhoz még bizonyos átalakulásoknak talán meg kellene történnie. Például? Ö, most ugye némi emelés történt, de ezen kívül a, például a pedagógusi terhekről is lehetne beszélni, vagy akár a kerettanterről, hogy ez mennyire elavult. És ez akadályoz meg abban, hogy tanítsál? Mert egyébként azt nem gondolom, hogy a, az anyagi előnyök csábítanak a példánakokáért az újságírói pályára. Hát nem mondanám, hogy így kifejezetten ez megakadályoz benne, hogy tanítsak, de jelenleg más... Dolgok kombinálva egyébként anyagilag is jobban kijönnek, amikkel foglalkozom. Jó, nézzük Rita, meg Soma, hogy a ti témaválasztásatok azért nem ennyire kézenfekvő. Pusztán beesett egy történet, és ezen következtében megírtátok, vagy amikor beesett, akkor valami miatt felkeltette a kíváncsiságotokat, milyen érzés volt először találkozni ezzel a témával, és úgy általában elkezdeni barátkozni az újságírói hivatással ilyen sztorikon keresztül. Hát ez kicsit is-is alakult. Amikor beesett, akkor nagyon érdekesnek tűnt. Tőlem egy kicsit messze áll a gyermek szépségversenyek, meg alapvetően a szépségversenyek világa. Maximum annyiban tudok kapcsolódni, hogy van egy gyermekem, aki szintén szeret szerepelni, de ezen túl menően nem, nem nagyon van kapcsolat. Az újságírás meg már egészen, hát általános iskolás korom óta érdekelt. Úgy választottam gimnáziumot, hogy az média legyen, egyetemet is, alapmesterképzést, most a doktori képzést is, tehát hogy ez egy nagyon tudatos készülés volt, és, és 2019 óta vagyok itt az átlátszónál, próbálok fejlődni. Megértem. Persze, Erre abszolút. Készül? Erre számítottál? Uh, igen, igen. Hát nyilván vannak olyan hátulütői az újságírásnak, amikor, tehát, hogy így nagyon stresszes, uh, és ezeket a helyzeteket meg kell tanulni kezelni. Ebben még mindig sokat kell fejlődnöm, azt gondolom, de alapvetően amire számítottam, azt megkaptam. Éreztél a mondjuk dühöt, amikor a gyermekszépségverseny szervezőjének különböző stiklijeivel szembesültél? Igen, illetve én, én sajnáltam az interjú alanyokat, hiszen nem feltétlenül azok az emberek kerültek ilyen helyzetben, akik bármikor megtehetnék, hogy több százezer forintot, vagy akár millió forintot csak úgy odaadnak bárkinek. Tehát, hogy viszonylag együtt tudtam velük érezni. Na, ha már tanárképzés, akkor ugye ez, én az egész lépemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani, hogy valamiféle ilyen edukációs szándék van bennetek, amikor ezeket a cikket megírjátok, hiszen itt mind a két esetben, és amúgy mindjárt beszélünk róla is, egy ilyen nagyon hétköznapi lehúzásokról van szó, amely ráadásul a te egy teljesen szükségtelen hiúságnak a kielégítésére szolgál, vagy az az alapja. Nem biztos, hogy nagyon gyakran felmerül az, hogy nem a szülők akarják ezt valójában, és a gyerekeknek nincs ilyen jellegű vágya. Én nem gondolom, hogy ez csak a szülők vágya lenne. A gyerekek szeretnek szerepelni, szeretnek a középpontban lenni. Hol lépnek fel? Különböző fotózásokon, illetve szépségversenyeken. Ezek akár országszerte, akár pedig világversenyeket is jelenthetnek. Vittek ki. Magyarországról bármiféle nemzetközi versenyre gyermekeket? Igen, igen, volt ilyen, meg is valósult. A létlő Miss Hungary Facebook oldalán is tanúskodnak erről fotók. És mennyit fizet be Átlagban valaki a gyermeke szereplése kedvéért? Hát ez nagyon változó. Általában ez úgy működik, hogy van egy online szépségverseny, amire az anyuka beküldi, vagy a szülő beküldi a gyermeke fotóját, ezután kap egy értesítést, hogy beválogatták a gyermeket, majd felkínálnak számára egy szerződést, amelyben az áll, hogy, hogy a megkötése után a gyermeknek különféle munkákat biztosít, a Little Miss Hungary, és hát ezekre a munkákra kiközvetítik gyakorlatilag a gyermekeket. Ennek a szerződésnek van egyfajta regisztrációs díja, ez az összeg egyébként változni szokott, illetve hát ugye a külföldi utakra is nagyon változó összegek, jönnek fel, volt, aki csak 150 ezer forintot fizetett, de, de volt, akinek akár 1,5 millió forintja is bánta. Hány éves gyerekről beszélünk? Itt is változó a korosztály, van ilyen mini korosztály, egy évestől három évesig, de maga a szervezet honlapján az olvasható, hogy aki betöltötte az első életévét, de még nincs 16, őket tudják fogadni hihetetlen az emberi talál találékonyság, amikor valakiből pénzt kell kicsalni. Ezt, hogy is mondjam, csak láthattuk mindannyian, akik itt voltunk, nem olyan régen egy átlátszós értekezleten, és annak végén feldúlt emberek álltak az átlátszó előtt, hogy jöttek átvetetni egy helyre igazítási kérelmet. Hát mi volt ennek az előzményes? Aztán egy postás is hozott még plusz egy negyediket. Nagyszerű. Visszatér az edukáció szándékhoz, talán az kicsit így túlzás, hogy így tanítani szeretném a népet, inkább így tájékoztatni, hiszen vannak olyan ügyek vagy dolgok, amelyekről egy újság vagy egy újságíró tud igazán mondjuk megfelelő tájékoztatást nyújtani, és nem elég rá mondjuk egy egyébként sok esetben működőképes, de, de azért mégiscsak nem egy profi, mondjuk egy ilyen Facebook csoportban egy posztol kiírjuk, hogy vigyázzatok a nagymamára, meg az anyukára, mert ez meg ez van. És hogy ez a történet abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy visszakapcsolódva oda, hogy hogy jött be egyáltalán, ez még egy másik munkahelyemre jött be eredetileg, a Kilenc Magazihoz, Ferencvárosban, és egy olyan férfi küldte el ezt az egész történetet, aki pont, hogy szintén áldozat ennek a sztorinak, de hogy másképpen, mert ő egy társasházban lakott ezzel a céggel, az egyik ilyen Ferenc Feloszi céggel, aki ezt csinálta. Sőt, számvizsgáló volt, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy jön egy ingatlanfejlesztő, aki megveszi az egész alsó részt. Oda azt kiadja egy hát wellness eszközök KFT nevű cégnek, amely ezt a bizniszt folytatta, és egyszerre arra lett figyelmes, hogy ilyen szlimfitársi, kigyúrt ilyen új gazdag, fiatalok áldogálnak az udvaron, 30-an folyamatosan cigiznek, közben ilyen 30 milliós luxus autók foglalják el azokat a parkolóhelyeket, amelyeket a helyi lakóknak tartottak fenn, és folyamatosan jöttek a nénik, akiket sokszor taxisztattak is egyébként arra, abba az üzletbe, és hát látta, hogy egy idő után pár nappal később ugyanazok a nénik vagy bácsik a családjukkal jönnek vissza reklamálni, hogy mondjuk ez 500 ezer forintért megvásárolt lézer karóra, az tökre nem működik. És ez a férfi, egy Szűcs Attila cikkbe le van írva a neve sokszor, ő elkezdte dokumentálni ezt a helyzetet, hiszen nyilván a lakóknak is rossz volt, meg azért így az áldozatokért is próbált kiállni. És végül ennek az lett az eredményem, mondjuk szólt a néniknek, hogy azért lehet mégse kéne ezeket megvásárolni. A cég az 2019-ben elköltözött onnan, de az atilát beperelték egyrészt zaklatásért, mert összeszó, azt mondták, az volt a vált, hogy összeszólogatott a helyi dolgozókkal, meg beszólogatott nekik, meg az a vált, hogy fotózta őket, illetve a, a főbérlő cég kártérítésért, mert ugye károsította az üzletet azzal, hogy szólt a vevőknek, hogy ne vásároljanak. És hát akkor most az a helyzet, hogy a februárban volt egy kúriás tárgyalás, és akkor végül most kártérítésként neki 14 millió forintot kell kifizetnie. Tehát, hogy ebben az egészben nem csak az az érdekes, hogy hogyan húzzák le az időseket, hanem hogy még az az ember, aki ezzel ellen próbál valahogy így hát polgári vagy civil kurázsi mó... Val állni, őt perelik be egy ilyen kiterjedt nagy céghálózat. Mennyire kiterjedt és mennyire nagy az a céghálózat? Mert az, hogy itt többen álltak nálunk, ezt mondjuk nem fejezted be, vagy nem mondtuk el a, a nézőknek, hogy a, a cég részéről jöttek ugye helyreigazítást kérni, tényleg meglehetősen zaklatottan. Szóval mennyire kiterjedt ez a, a cégháló? Hát ugye ez, ez kicsit bonyolult, mert ugyanazok, a módszerekkel országszerte Debrecenbe, Pécset, Szombathelyen végeznek hasonló bizniszt, de mondjuk, hogyha így belemegyünk egy ilyen mély céghálóba, akkor nem feltétlenül lehet ezeket összekapcsolni. Tehát, hogy ezekről a vidéki történetekről annyira mi nem írtunk, de mondjuk a Szombathelyen volt egy bírósági ítélet, ahol összesen szem 42 év letöltendő börtönbüntetést kaptak, akik tök hasonló dolgokat csináltak, de nincs arra bizonyíték, hogy bármi kapcsolatuk lenne a budapesti ilyen bandával. Hát itt a budapesti történet az úgy néz ki, hogy mondjuk van ilyen négy-öt főszereplő ilyen cégtulajdonos vagy ügyvezető, akiknek így mondjuk 2011 óta van 5-6-7 cégük, amelyek mondjuk az elmúlt 10 évben kb. 10-szer mindegyik nevet változtatott, meg számot is, meg adószámot is, nem tudom, háromszor, négyszer. Persze, tulajdonosokat is változtattak, de leginkább így egymásnak adogatták el ezeket a cégeket, meg ilyesmi. És azóta valamelyikben, nem tudom, ingatlanfejlesztő cég lett, valamelyik megmaradt ilyen medical businessben. Tehát, hogy itt mondjuk csak Budapesten ezeknek az embereknek egy ilyen hat cégük nagyjából üzemel, de valami mondjuk 2018 óta már felszámolás alatt áll, meg ilyenek. De hát ugye ezen nagyon érdekes, hogy mondjuk van öt cég, de és öt cégnek mondjuk van, nem tudom, ilyen húsz telephelye Budapesten, tehát ilyen rohadt sok, és akkor így mondjuk az öt cégnek a telephelyei mondjuk így 80 ban egyeznek, tehát hogy ott folytatnak üzleti tevékenységen. Mekkora lehet a károsultak köre az itával folytatott eszmecserétekben egy becslés előkerült-e már, mint szoppozitával, akivel mm. a Soma cikket írta? Hát a Budapestről pontosan nem tudunk számot mondani, de a szombathelyénél, akik ugye ugyanezt csinálták, és egyébként ők is kötöttek Budapesthez, csak nem ehhez a hálózathoz. Ott azt hiszem ilyen kb. 350 káros állapított meg a bíróság. Ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban bizonyára sokkal több miként találják meg az ügyfeleket. A felhívják őket. Ugye ez is nagyon kérdő, kérdéses, hogy milyen, nem tudom, lista alapján tudják felhívni a random idős néniken. Szóval úgy történik az egész, a néni kap egy telefont, hogy jó napot, egy ingyenes állapot felmérő szolgáltatással uh, tudunk önnek, nem tudom milyen egészségügyi vagy. vagy... Uh, Várjunk, legy legyünk az igendő érzékenyek, lehet bácsi is. Természetesen lehet bácsi is, meg egyéb is lehet, tehát hogy nyilvánvalóan. Uh, szóval igen, kapnak egy telefont, ahol ezt. Az... Alga, igen. Le ezzel nem azonosul. Uh, Szóval igen, kapnak egy ingyenes telefonhívást, vagy egy ingyenes telefonhívástól ingyenes állapot hívják őket, és akkor ott indul be ez az egész, ott elvileg egy fejérköpenyes ember, aki természetesen nem orvos, csak nagyon orvosnak néz ki, hogy ezért nyilván így a idősek azt érezzék, hogy ez egy ilyen normális egészségügyi szolgáltatás, amelyet természetesen a szerződésben, meg a weboldalokon feltüntetnek, hogy mi nem vagyunk egészségügyi szolgáltató, nem akarjuk helyettesíteni a a standard orvoslás, csak közérzetet szeretnénk javítani, meg ilyenek, de közben meg mondjuk, hogyha megnézzük a, azt, hogy a cégek milyen hivatalos tevékenységet végeznek, tehát hogy ilyen, ilyen a vállalati tevékenységek alapján, amelyet ugye le kell jelenteni, amikor céget alapítasz, akkor van, van olyan, ami fekvő beteg ellátóként, van jelentek, a hitelekről beszélünk ezeknél a cégeknél. Hát megnéztük, én ötször. Kérlek, kérlek. egy igen, úgynevezett ja. alákérdezés volt, igen. Hát ilyen 300, éves 300 milliótól kezdve 800 millióig, kb. a három ilyen legnagyobb cég, az igen, az évent ilyen 300, 400, 500 milliót megkeres már, igen. Azt láttuk, hogy milyen negatív reakciók érkeztek a cikketekre. Ugye volt ah, ilyen igen. Fizikailag is szembesülni a feldúlt érintettekkel. Volt-e pozitív visszajelzés? Um, hát például Attila ő természetesen megköszönte, hogy ennyit foglalkoztunk a történetével. Attila, akit ö, bepereltek és most Értem, 14. Igen, 14... Igen, Csak hogy még egyszer. Szűcs Attila, Ferencvárosi Att... lakos. Így van, így van. Hát nem tudom, így kommentekben, meg talán e-mailben is volt pár, aki így mondta, hogy tök jó, hogy, hogy írtok erről, a velem is ez történt, vagy a szüleimmel is ez történt, és akkor így ilyen pár plusz ilyen részinformációt még szereztünk arról, hogy hogyan zajlanak ezek az állapotfelmérések. Rita, a szépségversenyt szervező cég, majd a szépségversenyt szervező hölgy, ő nem jelentkezett nálad? Jelentkezett, hát ugye miután megjelent a cikk, utána e-mailben követelte azt, hogy távolítsuk azt el, és külön utána nálam is jelentkezett e-mailben, majd a napokban az ismerőseimet kell kezdte megkeresni, hogy azzal az üzenettel, hogy ő egy újságíró, és minden fontos információt rólam begyűjt, hogy egy cikkel meglepjen engem. Gondolom nagyon megijedtél. -e. Hát nem megijedtem nyilván, de meglepődtem. Egyrészt nem tudok róla, hogy ő újságíró lenne, tehát hogy lehet, hogy a szépségverseny már nem hoz annyi pénzt, de az újságírás egy komoly munka, és nem való mindenkinek. De hát azért megtisztelő, hogy az emberrel ilyen hát abszolút, persze. részleteiben foglalkoznak. Virág, más jellegű, de ugyanezt kérdezem tőled, hogy reakciók arra, amit írtál, akár a közvetlen környezetedben, akár pedig abban a közegben, amelyről egyébként szóval érkeztek-e? Leginkább kommentekben érkeztek visszajelzések cikke válogatja, hogy melyik, melyikhez milyenek. Például volt olyan, hogy a pedagógus hallgató korfájáról írtam, ott lehet, hogy valami egy kicsit félrement, ugyanis sokan azt nehezményezték, hogy azt emeltük ki, hogy sokan 40 fölött is, hogy ez miért probléma. De ugye azt nem állítja senki, hogy ez probléma, hanem csak azt, hogy az sem igaz, amit a kormány állít erről, hogy az érettségizőket vonza mondjuk a, az új pedagógus életpálya törvény, ugyanis arányaiban nem ők vannak többségben, de például azok, a, azok alatt a cikkek alatt, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a pedagógus képzés, képzési területnek egyes részeire pontosan milyen arányba kerültek be hallgatók, ott viszonylag élénk diskurzus alakult ki, bár egyébként nagy rész nem a közegből, hanem kívülállók között. És egyébként visszacsatlakozva az edukációs szándékra, bennem egyébként ilyen is van egy kicsit, tehát mondjuk, hogy elhangzik Rétvári Bence szájából az, hogy felvettek majdnem 13 ezer főt pedagógus képzésre. Igen, igen, ez objektíven nézve igaz, de hogy valamit mutassunk abból is, hogy hogy lehet ezt még lebontani egy picit jobban, és hogy mondjuk ebből a 13 ezer főből, akit mondjuk osztatlan kémia tanári képzésre vettek fel, az 23 fő és közben meg csak ebben a tanév során négyezren távoztak a státusztörvény bejelentése után, és még az előtt is 600 betöltetlen pedagógus állás volt az állásportál szerint a tanév elején. Szóval, hogy nézzük meg egy picit azt is jobban, hogy hogy bonthatók az adatok. Adatbontások. Mennyiben Nehezedik ma erős nyomás a természettudományi tárgyakat, nem az oktatókra, hanem azokat, akik fel akarnak venni természettudományi tárgyakat, oktató tanárokat. Tehát mennyiben, mennyiben neuralgikus, kritikus ez a terület jelen pillanatban? Jelenleg ez határozottan a leg, legkritikusabb. Egy még korábbi cikkemben például foglalkoztam azzal is, hogy ez is egy gyűlöletalakítózés volt. <laughs> milyen módokon. Helyettesítik esetleg az iskolák, hogyha nem sikerül szakos tanárt beszerezni, és csináltam például interjút egy olyan történelem szakos tanárral, aki már évek óta kémiát is tanít. Ami persze azzal jár, hogy effektíven meg van tartva a kémia óra, de azért lássuk be, hogy ez nem a legjobb megoldás. Még nem végezted el a bölcsészkarona történészszakot, ugye? Jelenleg doktorandus vagyok, Igen. a tanárképzést végeztem már el korábban. Jó, nekem is van egy történelem szakos diplomám. Ö, a jog mellett én azért azt hiszem, hogy meg lennék ütve, hogyha kémiát kéne oktatnom. Mm. mi, mit kezdenél vele? Ö, hát én egyébként valószínűleg ezt nem vállalnám el. Ö, ez a pedagógus, akivel csináltam az interjút, ő bajtársiasságból elvállalta, kollégái iránti bajtársiasságból. És egyébként általános iskolai szinten lehet, hogy jobban járnak így a diákok, mintha semmi nem lenne azon az órán. Hát kivételt képez az alól, hogyha valami miatt mondjuk egy kísérlet alatt felrobbantja az iskolát? <gül> 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 nyilván lehetnek ilyen szélsőséges dolgok is, de. És ugye akkor is el kell menni közérzetjavító vizsgálatra igen. valahova. No igen, tehát bocsánat, elnézést a megszakításért. Csak annyi, hogy ez egy vészmegoldás, így, de valamilyen előnye ennek is lehet, de messze van az ideálistól. A közvetlen környezet, ezt úgy értem, hogy család. Onnan kaptál visszajelzést, amikor mondjuk ezek a kérdésekkel foglalkoztál, vagy egyáltalán, amikor mondjuk cikked megjelent az átlátszón? Hogy jaj, de jó, hogy ezt csinálod, olvastuk, ilyesmi? Igen, a közvetlen környezetem az olvasni szokta a cikkeimet, és meg is szokták osztani többen is olyanok is, akik nem, nem, érintettek közvetlenül az oktatás témájában, csak fontosnak tartják, hogy minél több emberhez eljussanak ezek. Na és ti, majd esetetekben, Persze, igen, nekem apukám eredetileg újságíróként dolgozott, csak ő viszonylag fiatalon ott hagyta, szóval hogy nagyon örül lennek, hogy ezt csinálom. Meg így persze támogatnak mert hogy szóval nem volt az, hogy kisfiam, inkább mennyi ügyvédnek hülye vagy, szóval hogy persze mindenki támogató. Rita? Nálunk, nálunk, senki nem volt újságíró, sőt még hát a diploma megszerzését sem sürgette nálunk tulajdonképpen senki. Apa szokta olvasni az én cikkeimet, és nyilván büszke a kislányára, de, de például a férjem nem olvassa. Mm. Anyám nyelvésző régebben, 20 évvel ezelőtt kiavította a nyelvfejességi hibáimat. Tehát azért, azért vannak még terheltebb helyzetek. Nekem apukám csinálja ugyanezt, szóval... Igen. érzitek -e azt valamilyen szinten, hogy amikor megjelenik egy cikketek, ami ugye korábban nem volt, nem formálódott mondatokká és gondolatokká az, amikor egy téma beesik, hogy valamilyen hatást kiváltottatok. Ezt mind a hármatoktól kérdezem, mély csönd a válasz, ez nem annyira, annyira szívzerítő. Hát nyilván vannak visszajelzések, az interjú általában megköszönik az értük is végzett munkánkat, vagy hogyha felderítünk bármilyen olyan kényes információt napvilágra hozunk, akkor ezt az érintettek, tehát a másik oldal nyilván megköszöni. De reménykedsz bármi olyan, hogy például csak úgy ígéretre egyetlen egy szülő, akihez eljut az, amit te írtál, az nem fog százezereket befizetni azért, hogy lefotózzák négyszer a gyerekét, és mondjuk valamiféle turné ígéretével behűítsék? Abban nem reménykedem, hogy, hogy bárkit ez elriaszt. Az a tapasztalatom, hogy nem riasztja el az embereket. Abban reménykedem, hogy kicsit jobban belelátnak ebbe a világba, és jobban tájékozódnak. Az interjú alanyaim például arról számoltak be, hogy amikor ők ebbe belevágtak, akkor semmilyen információ nem állt a rendelkezésükre. Tehát, hogy ők gyakorlatilag kvázi teljesen vakon mentek ebbe bele. És hogyha tudták volna ezeket a történeteket, amelyeket most mi megírtunk, akkor nagy valószínűséggel nem szerződnek le. Somók? Természetesen szerintem kár letagadni azt, hogy mink, aki újságírással, vagy bármilyen nyilvános szerep vállalása akar foglalkozni, az így nem akar hatást elérni. Ez szerintem így persze, de főleg mondjuk ennél az ilyen nyugdíjas leúzós témánál így, igen, nyilván az lenne a legjobb, hogyha egyre több ember tudná azt, hogy ilyen termékeket 500 ezer forintért nem jó ötlet megvásárolni. Meg azért ott is az is ott van, hogy az Attilának ugye a bírósági perejét azért így akár befolyásolhatta volna ez a pár megjelent cikk. Itt például az nagyon érdekes, hogy a Bódi Bencék, akik ugye motivációs trénerek, ők korábban a, pont abban a cégben és pont annál az üzletnél dolgoztak, amelyiknél voltak ezek a, a konfliktusok az Attilában. Mondjuk 2017 környékén, vagy 2017-18, és ők 21-ben meg 22-ben készítettek egy beismerő videót, ahol konkrétan elmondták azt, hogy nyugdíjasoknak adtunk el minden szart. És hogy ezért így reméltük azt, hogyha esetleg ezt így felbúztoljuk, tehát hogy a több embert ér el, hogy ők ezt konkrétan kimondták tevékenységükkel kapcsolatban, akkor azért lehet, hogy esetleg a hatóságok is kicsit másképp kezdenek el tekinteni ezekre a cégekre, tehát hogy ezért is van ott ilyen cég cégháló, hogy mondjuk mint a Bódi Bence benne volt három cégbe, meg a, egyébként a tanulvallomást is tett a rendőrségnek, hogy ott dolgozott, tehát hogy ez így legyen már összekötve, hogy így igen, erre a tevékenységre mondták azt, hogy nőkdélsoknak adtunk kell minden szart, tehát azért lehet, hogy ez a cég mégsem végzett annyira csodálatos munkát azon a helyen. Érzétek-e úgy, hogy a témával a kapcsolatban még van dolog? inspirál -e az, hogy nem feltétlenül konkrétan ezekkel a szereplőkkel, hanem ezzel a tevékenységgel még foglalkozni akartok. Hát igen, nekünk lesz egy harmadik cikkünk a Zitával, szerintem március elején körülbelül, meg elvileg tervezünk csinálni videót, szóval még van ebben egy csomó Nem csupán konkrétan erről a, a célra gondoltam, ha már a motivációs tényeket szóba hoztad, ez egy hihetetlen nagy ipar és nagyon-nagyon szórakoztató és egyben természetesen tragikus leágazásai vannak. Hihetetlen guruk tevékenykednek ezen a területen, hogy érzel magadban azzal a kapcsolatban valamiféle elkötelezettséget, hogy ezzel foglalkozza. Amint, hogy motivációs trénereknek a hát, zű, az Pszichobiznisz, meg egészségbiznisz, tehát gyakorlatilag a sarlatánság, kuruslás és ezen a területen való mutatás. Hát nem tudom, hogy nem feltétlenül ezek magamban ilyen nagy, vagy vágyat arra, hogy mondjuk hogy erre specializálódjak egy újságíróként, de természetesen, hogyha még találunk ilyen információkat, akkor annak így utána szeretnénk menni ezzel kapcsolatban, de most így, az így nem volt terve, egy kifejezetten akkor megnézzük azt, hogy esetleg motivációs trénerek miket csináltak a múltban. Rita? Hát a gyermekszépségversenyek világa az kimeríthetetlen, azt gondolom. De nem csak a gyermekszépségversenyek, az egész hiúságok vására, és az ezzel való... Hát igen, de fél, figyelj, szerintem például azzal nincsen gond, hogyha valaki karácsonyi fotózásra elviszi a családját. És így sem feltétlenül úgy vitték el a gyermekeket. így <laughs> sem feltétlenül úgy vitték el a gyerekeket, hogy akkor egyből szépség, világszépségverseny, vagy bármiféle szépségverseny volt, hogy csak fotózást szerettek volna. Mm, nyilván ez egy nagyon nagy terület. A cikk kapcsán továbbra is felmerültek új interjúan. Éreztél una? valamiféle megsüvegelendő rafinériát, a főszereplők részéről, mert ugye amit most mond az, hogy valaki csak fotózást szeretett volna, és elviszi a gyerekét, akkor ugye megjelenik előttem az a egyén, aki meglátja ebben a lehetőséget, és azt mondja, hogy szép ez a gyerek, én benevezném őt szépségbe, és, és észre sem veszed azt, hogy már behúzta őt egy lehúzásba. Kiváló tautológiával kifejező. Nyilván van ilyen ebben, tehát hogyha, hogyha van valamire igény, akkor, akkor ahhoz előbb-utóbb lesz biznisz is. Tehát, hogy nyilván itt... Hát be... meg szoktudás a, a, a csalásban. Igen, abban van szaktudás, de egyébként a versenyek szervezésében is nyilván volt a korábban megvalósuló versenyek, tehát hogy ezt ne tagadjuk el. Egy idő után ezek nem úgy valósulnak meg, ahogyan annak meg kellene valósulnia az interjúlanyok beszámolója alapján. Nagyon sok lehetőség van ebben. A cikk megjelenése után nagyon sokan jelentkeztek, meg még én is kerestem embereket. Nagyon sok meglepetést tartogat még ez a téma és te te. úgyhogy kalapot emelsz, a pofátlanságuk és a, az ügyességük előtt volt benned bármi ilyen a, a cikk készítése közben? Hát az például tényleg nagyon érdekes, hogy ez így oh, milyen átgondoltan, és hát félig profint csinálják, félig meg ilyen tök idiótán, mert így közben ilyen tök egyszerűen lehet őket buktatni, hogyha így valaki így ebbe belemegy. De Ja, hát én nem tudja, annyira, annyira nem. Én nagyon sokszor, tehát ennek, én nagyon-nagyon sok területen futottam abba bele, hogy, hogy ez tulajdonképpen brilliáns ember Minden elismerésem. Na, virág tőled azt nem is kérdezem, hogy akarsz -e foglalkozni a témával, vagy van-e e még ebben számodra motiválom, mert azt feltételezem, hogy igen. Igen, ez egy kimeríthetetlen téma, de visszatérve még az előző kérdésre is, hogy hatás elérése. Azért azt illetően benne van szkepszis, hogy ö, rövid távú és közvetlen hatást ezzel el lehet -e érni. Talán inkább a tájékoztatás diskurzus beindítása lehet egy cél, és inkább hosszabb távú és közvetett hatás, amit szerintem úgy talán általában is az újságírással sok esetben el lehet érni. Soma és Rita esetében a, az újságírással való kapcsolat már előkerült, esetükben ez egyértelmű, vagy ők egyértelműsítették, nálad még nem. Te gondoltál bármikor arra, hogy a sajtóz médiához közöd lesz? Igen, egyébként én bennem gyerekkor, gyerekkoromban több ilyen terv is volt, amit szerettem volna, és körülbelül a gimnázium feléig inkább én elsősorban újságíró szerettem volna lenni, aztán utána... a egy az, teljesen logikus. Ne, nem, is múlt el teljesen, csak inkább még más dolgok is elkezdtek jobban érdekelni, de határozottan el tudom képzelni, hogy a jövőben is foglalkozzak ezzel. No jó, akkor mind a hárman elmondtátok azt, hogy gyerek kamaszkorotokban titeket már nagyon érdekelt az újságírás. Én ezt nem mondtam. Hát te, esetleg ez nem egy választott gyakorlat volt. Téged kellett, hogy érdekeljen, hogyha édesapád foglalkozott vele, tehát hogy maximum olyan módon, hogy akkor béként, de hogy találkoztál vele. Hát így valamennyire igen, de hogy így például az, hogy a média szakra jelentkezzek, az nekem egy kifejezetten érettségi előtt jött egy pár hónappal. Előtte ilyen nagy író akartam lenni. Ez még mindig lehet. Hm. Szóval, ez azért jó pár évvel ezelőtti elhatározások kérdés, és még nem is az elhatározás ebben a lényeg, hanem az, hogy figyelemmel kísértétek, amikor mondjuk gyerekek voltatok, hogy mi az újságírás, mi az, hogy sajtó, mi az, hogy média. Amire megérkeztetek, mennyiben változott meg az a kép, amit akkor őriztetek magatokban, őriztek magatokban arról a képről, amit akkor alakítottak ki? És lehet, és mennyiben változott meg? A média ahhoz képest, amikor először felfigyeltetek rá. Hát ö, én arra emlékszem kisgyermekkoromból, hogy nagyapám mindig ö, reggel, a kávé mellé kiterített egy hatalmas újságot, és akkor azt olvasgatta, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. Esetetekben történt ilyen az életetekben? Tehát az, hogy nyomtatott napilap mellett elkezdtétek a reggel? Hát nem nagyon. Nem, nekem sem. So. Ritkábban néha-néha. Meg ugye a Kilenc magazin az nyomtatott, szóval azért illenek kicsit jobban ismernem a nyomtatott médiát. Na igen, szóval kiterítette, bocsánat. Igen, igen. Szóval, hogy ő így reggelente abból tájékozódott, azt olvasgatta, és ezt így nagyon jó volt látni. Uh, amikor én elhatároztam, hogy újságíró akarok lenni, uh, ez általános iskolába történt, akkor még nagyon lebeszéltek róla, mondván, hogy nincsenek olyan kapcsolataim, nyilván senki nem újságíró az én családomban, és uh, hát megpróbáltak innen egy kicsit eltávolítani. Uh, és így azt gondoltam, hogy az újságírók nagyon okosak, nagyon tájékozottak. A magyar sajtó 90%-át ismerve szeretném ez nincsen így. És hogy nagyon kedvesek, és néhányszor azért azért így szembe találtam magam azzal, hogy hát ez nem mindig így van. Tehát ez volt az egyik ilyen első hatás, amiért, hogy nem feltétlenül annyira rózsaszín ez a kép, mint ahogy én ezt önmagamban lefestem. Én nem feltétlenül rózsaszín, egyébként szokó. Mondom nektek ilyen posztgraduális képzésként, hogy a jó újságíró egyébként nagyon sokszor felszínes, mert ha nem az, akkor nem tud kérdezni. Tehát amikor, amikor a, a műveltebb az újságíró, mint az interjú alanya, abból nem biztos, hogy jó dolog sül ki. Uh, igen, és uh, hát nagyon sokszor láttam azt tényleg, hogy ilyen felszínes kérdések vannak, vagy hogy sokszor éreztem azt, hogy én másképp kérdeznék, más kérdéseket tennék fel, és akkor így ez is ösztönzött arra, hogy, hogy akkor ezt normális keretek között csináljam. Szerintem ez egy nagyon tisztességes motiváció, amikor azt látom, hogy valaki rosszul csinálja azt, amit sem jobban tudom. Tehát ez komolyan mondom. Egyébként érdekes, amit mondtok, mert ezek szerint ez egy másik generáció, még a kamera túlsó oldalán lévő Zsoltot is megkérdezhetjük ugyanerről, hogy a, az életében előfordult-e olyan, hogy a reggeli kávéját azt valamiféle hírlappal kezdte, és én nyilvánvalóan, de érdekes az, hogy hosszú-hosszú évekig, de ilyen évtizednél hosszabb ideig, azt tudtam, hogy nekem a csütörtök délelőttem az megvan. Tehát az egy, egy, fél napot eltöltök azzal, mert hogy akkor jönnek ki a heti lapok. HVG, Narancs, sőt, Narancsot és a Demokrata című világlapot együtt, egymás után olvastam, és elmaradt az életemből. Tehát, hogy annak ellenére, hogy tud ez szokásként rögzülni, mint mondjuk nagypapádnál, ez, ez el is tud maradni. Ezzel kapcsolatban van-e bármiféle olyan meg nem élt nosztalgia bennetek, hogy amire ti elkezdtek újságot írni, akkor pont ezek a rituálék már nincsenek? Hát nem, nem igazán. Hogy de jó lenne újságíró vagy hírlapíró lenni akkor, így, mondjuk, így mondták, mondjuk a 20-as években? Nem, nem igazán. Nem akartam hírezéssel foglalkozni. Tehát, hogy az szerintem egy teljesen más műfaj. Én azt érzem, hogy arra vagyok kalibrálva, hogy hogy elmélyüljek egy-egy témában, hogy, hogy azt jobban megértsem, és úgy tudjam az olvasó elé tárni, hogy ez nem egy felszínes történet. Som a virág. De az a kérdés, hogy ezt így olvasni, de vagy nem, 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 az, hogy, az hogy, hogy de jó lenne ezt a mesterséget egy máskorban űzni. Ja, hogy az újság, aha, Uh, hát úgy valamennyire érdekel, persze, de hogy nem feltétlenül csak a formátum miatt, hanem azért, mert azért így mondjuk az újságírók szerepe a társadalomban, vagy az egész médiatér és a nyilvánosság az mondjuk nem tudom, 50 évvel, vagy 40 évvel korábban, vagy akár csak a buzgó 90-es években tök máshogy nézett ki, és ezért ott így szerintem sokkal megbecsültebbnek, vagy ilyen hatás szempontjából is sokkal ilyen hatékonyabbnak érezhette magát az ember. Szóval amúgy igen, persze azért kipróbálom azt, hogy milyen egy, akár egy napi lapnál így minden kemény lapzártánál így pörögni. Szóval igen. De... Bennem nem is elsősorban arra vonatkozóan van egy ilyen kis meg nem élt nosztalgia, hogy mondjuk milyen lenne egy papír alapú lapnak a kiterítésével kezdeni a napot, hanem euh, inkább azt tartom most nagyon nehéznek és problémásnak, hogy még az elmúlt egy-két évhez képest is annyira megnőtt a média zaj, hogy akárhogy is próbálkozik egy lap különféle inputokat adni, akár mondjuk ezt a podcastet is mondhatjuk, hogy már az nem is működhet, hogy nincs ilyen input is, csak az írott szöveg szerintem. Tehát, hogy inkább ez a, ez a nehéz, hogy ebből hogy lehet kitűnni, és szerintem ez csak egyre nehezebb lesz. Úgyhogy ilyen szempontból valóban ö, lehet, hogy talán nagyobb hatást lehetett elérni, vagy úgymond jobb lett volna picit korábban születni. művelni ezt a szakmát, vagy korábban születni, de nyilván az is érdekes, hogy ebből hogy lehet kihozni a legtöbbet. Mind a hárman említettétek a kommenteket. Találkoztatok-e olyannal, amikor egyértelmű vált számotokra, hogy a hozzászóló csak a címet olvasta esetleg a videót? Persze az esetek többségében ez szerintem így van. Maximum a címig jut el sokszor az olvasó, és akkor az alapján alkot. De véleményem a van róla. Véleményt alkot, persze, és ez egyébként joga is, tehát hogy tegye nyugodtan. Én azért arra buzdítok... Én azért arra buzdítok mindenkit, hogy olvassa, mert ezek nagyon alaposan feldolgozott történetek. A politikailag érzékeny kérdés, tehát mondjuk, hogy a tanárképzés hányan jelentkeznek rá, Nálod. Igen, nálam is volt ilyen, például az egyiknek a címében pont az szerepelt, hogy fizika tanárnak és kémia tanárnak hány embert vettek fel, és volt például olyan kommentelő, aki idegesen követelni kezdte, hogy a biológiával miért nem foglalkozunk, holott uh, írott szövegszerűen is, meg grafikonon is rajta volt az összes tantárgy, így a biológia is. Uh, Nyilván ez lehet, hogy valamilyen személyes kötődés miatt volt, hogy ő azt hiányolta, de egyértelművé vált, hogy nem olvasta el a, cik a cikket magát, csak a címet. Mennyire nőttetek ti bele a közösségi médiába? Ti fel tudtok-e idézni olyan pontot az életetekben, amikor ez még nem volt? Én talán még igen. Hát én általános iskolás koromban még annyira nem nem aktívan használtam, és szerintem ennek elég nagy jelentősége van. Például azt illetően, hogy számomra mi a fontos, vagy hogy ö, mit jelent mondjuk a papír alapú olvasás. Az egy elég szenzitív korszak. És hogyha már akkor ö, alapvetően a közösségi médiával tölti az ember az idejét, akkor szerintem teljesen más prioritások alakulnak ki. A általános iskolában akkor még nálunk az IVIV volt a divat, ez nem most volt. A persze... Volt egy társam az alapítója. Ó, volt, persze, fönt voltunk rajta, de nyilván nem töltöttünk el annyi időt ezeken a felületeken, mint amennyit most akár a fiatalok eltöltenek ezeken. Én annyira nem vagyok közösségi médiapárti, nagyon sok információt ki lehet onnan szűrni, például újságíróként is, de mm, nekem a húgom az 11 éves, én például nem engedem neki, hogy telefonozzon, vagy bárhova ilyen helyekre fölregisztrálja magát. Soha. Én szerintem ilyen 5-6 évvel alapvetően fiatalabb vagyok, mint ti és hát nem tudom, nekem hát nálam nem öt Hát nálad nem, de így többiek. Ja, nekem így 11 éves koromban lett Facebookom, előtte így nézegettem pár YouTube videót, de vagy azelőtt így annyira nem rekelte ez, meg nem is ott folyt a beszélgetés. Én az ivivről lemaradtam például. A... Tényleg a rekek Ugye a... Az elmúlt, elmúlt uh, napok uh, Botrányai után, ez, például ez bennem felismerősként jelent meg, hogy az elithez tartozók, a szellemi elithez tartozók, művészek, tudósok, szakértelmiségiek, annak idején, hogyha nem akarták munkat elefántson toronyba zárni, abban az esetben kénytelenek voltak lemenni az újságoszlőz és megvenni pénzért az újságot, ott, ahogy ott olyanoktól olvassanak gazdaságról, politikáról, jogról, diplomáciáról, akik úgy, ahogy, de valamennyire értettek hozzá, legalább az alapfogalmakkal tisztában voltak. És most számomra az volt a megdöbbentő, láttam, hogy költő, meg író fejti meg egymás között a kegyelmi ügynek a különböző rejtékeit, hogy, hogy ezek az egyébként mondom, a kulturális elithez tartozó emberek, azok hergelik körbe egymást, anélkül, hogy ők szembesülnének azzal, hogy egy, tőlük egyébként alapvetően idegen területen milyen ilyen triviális törvényszerűségek vannak, hogy például egy miniszterelnök nem fog a WC papírbeszerzésekkel is foglalkozni, mert nincsen egyszerűen annyi ideje. És ez nem volt meg. És ez, ilyen, ez, ez, ez számomra most a közösségi média ilyen jellegű hatásával ö, szembesített, és kíváncsi voltam arra, hogy, hogy azért mégis ti már valahogy más korotokban találkoztatok ezzel. Mi jutsz eszetekben arról a kifejezésről, és azt szerintem zárásként ezt futassuk meg, hogy influencer. Én az előző dologhoz még kicsit Én... kapcsolatotok. Tehát, hogy a... nem is csak kicsit, nagyon is. Tehát, hogy ugye Závada a Péter, akivel te nagy kommentharcba kezdtél. Nem, akkor te válaszoltam. Tehát, hogy nem, ők azok, akik ezt gondolják, hanem például pont az újságírók 80 a is azt gondolja, hogy ja, vagy Orbán Viktor szólt Lenováknak, hogy csinálja meg a kegyelmi ügyet. Tehát, hogy nem az, hogy a hozzá nem értők, vagy a hivatalos a hozzá nem értők vannak ebben, hanem például az újságírók nagy része is így ezt tolja, hogy biztos ez történetlen. Igen, ami ugye azért érdekes, hogy most mondjuk el, hogy ha ez tényleg így történik, az valami egészen hagyó dolog. Tehát akkor, akkor ott tényleg van valami plusz valami botrány, valami akármi, de itt ugye az rögzül, hogy nem már, hogy egy olyan fontos ügyről, mint a kegyelmi ügyek ne tudna a miniszterelnök. Akkor mindenről tudnia kéne, akkor tényleg maga a félisten, vagy nem is fél teljes. Na szóval, influencerek, mi jut erről be? Szerintem az influencereknek ma már nagyobb a hatása, mint az újságíróknak talán. Nem tudom, egy elég ellentmondásos jelenség ez, ugyanis szerintem vannak ö, olyan influencerek, akik specializálódnak egy területre, mondjuk gasztró, és abban tényleg kreatívak, és mondjuk kitalálnak saját recepteket, és tényleg a saját nyilvánosságukat arra használják, hogy akár mondjuk jó ügyek mellett is kiálljanak, de vannak olyanok is, akik ö, a saját úgynevezett területükön sem eredetiek valójában, hanem maradva a gasztros példánál másoktól átvett recepteket tesznek ki, és ugyanúgy megkapnak rá ugyanannyi lájkot. És szerintem itt valójában ez a törésvonal található ebben, hogy lehet úgy is valaki influencer, hogy a saját részterületéhez ért. A másik törésvonal az pedig az, hogy használja-e a nyilvánosságot valamire vagy sem. tudom. Számomra az influencer az mindig, mindig ilyen negatív konnotációval jár, mert hogy mindig az jut róla eszembe, hogy valamit, valamilyen terméket el akar adni azáltal, hogy engem meggyőz róla, hogy ez a termék mennyire fantasztikus, miközben nekem feltétlenül nincsen szükségem erre a termékre. Hasonlóan a virághoz azt gondolom, hogy, hogy jó lenne, hogyha már ekkora nyilvánosságot fel tudnak használni, akkor azt használják értelmes célokra álljanak ki, jó ügyek mellett, legyen, legyen, saját gondolatuk, és ne a tömeggel menjenek, nem pedig ne, ne ugyanazt mondják, amit a többiek. Szóval, so. Hát ez, ez így valamire kapcsolódni, csak talán az én véleményem így még negatíva, vagy nem tudom, általában az influencerek azok ilyen műveletlen, felületes emberek, akik így általában a termék, amik el akarnak adni, az pár szponzoráció mellett az ő ilyen hiúságuk, ami így engem akkor nem érdekel. Nyilván ebben egy van pár ilyen, olyan, aki mondjuk így ki akar állni a, a jó ügyért, csak szerintem néha elég gázmódon teszi, akár a tüntetésszervezők közül is egy páran vannak ilyen, tényleg ilyen sok szempontból élvezhető. Nekem egyébként is... csak közvetlenül magyarázok én nekem a tüntetés és most eszembe sem jutott. Tehát, hogy ez csak simán a média jutott eszembe, ja. de az most tényleg nem járt a fejemben. azt ja, szóval, mondjuk hogy mit, van aki -e ilyenek, hogy a Potyondi, aki élvezhető, meg, meg karakteres, meg, meg mondjuk, mondjuk ilyen értelmes is, de mondjuk ez szóval így többiek köszönöm, annyira, annyira nagyon nem mondható el, én nem tudom, nem követek influencereket, így, nem tudom, ez így tényleg ezt az egyszer, Alapvetően kérdeztem, mert hogy az a tevékenység, amivel foglalkoztatni például, az alapvetően módosítja ez a jelenség. Tehát az influencerség, mint olyan. Van-e még valami, ami bennetek rekett? Még ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott egyébként az is, hogy az influencer jelenség az, jól rámutat arra, hogy milyen vízfejek vannak így a társadalomban anyagilag, mert ők egy poszttal keresnek annyit, mint egy újságíró egy hónapban körülbelül. Úgyhogy még erről is, e, igen. Vagy egy sztorival akár. Hát meg kicsit érdekes az, hogy korábban az újságírók munkáját a blogolók kezdték el fenyegetni, most meg bejött az influencer, és ki tudja, hová fut ez még ki. Jó, de mindeközben meg ami szerintem itt mondjuk az elmúlt közel egy órában történt, az azt mutatja, hogy egyébként van potenciál a hagyományos újságírásban, és egy előbb-utóbb az meg megmarad, ha már a blogokat említetted, hogy valaki bizonyos témáknak utána néz, akár adatokat néz meg, és a mögötte lévő dolgokat, akár utána egy buldokként egy cégnek, vagy egy, egy iparágnak, ez megmarad. Blogok jóformán már nincsenek. Igen, igen, hát ezek már kifutottak, meg manapság ezeket nem nagyon olvassa senki sem. Azt gondolom, hogy a munkánkat azért az influencerek nem fogják elvenni, de, de vannak ilyen határterületek. No, Hát, ugye, de nyilván hogy a dk influencerek, vagy a fideszes influencereknek az elérése sokkal nagyobb, mint bármilyen sajtóterméké. Alapvetően nagyrészt, ugye, és ebből tényleg az van, hogy ott ilyen nagyon lebutított szlogenek vannak, pár adat esetleg, de nyilván úgy van megfogalmazva az adatnak a prezentációja, hogy ez az ő oldalukat igazolja, de ezek nem ezek ilyen csak hogy ez azért így, ez nem eléggé befogja befolyásolja a média helyzetén, és nem csak az influencerek, hanem az egész uh, social médiának a működése, tehát hogy ez a tényleg, hogy az egyre kisebb hatást érnek el, és egyre inkább vannak baloldali, jobboldali influencerek, meg Facebook oldalak. Meg fokrém oldali, mosópor oldali, utazás oldali. Na, köszönöm szépen. Szabó Gödri Rita. Varga Virág és Kis Soma volt a vendégem, ez meg az átlátszó podcastja volt. Találkozunk legközelebb.